Saluto il mio abbraccio e di tutti i componenti del gruppo dei socialisti democratici, a tutti voi e a tutte voi, al nostro sindaco Gabor, al nostro segretario generale Joseph, al nostro capo delegazione Istvan, alla nostra ex collega Zita e un particolare in bocca al lupo al nostro candidato Zoltan perché vinca la battaglia elettorale a Vespre. Akiket felsoroltam, régi kollégákat, Zitát, Józsefet, Gábort, és hát a jelöltünket, Zoltánt. Io sono qui per sostenere la battaglia del Partito Socialista Ungherese e delle forze di opposizione democratica al governo Orbán. Látogatásom célja és tartalma is az, hogy támogasson, amennyire tudom a szocialista párt és minden ellenzéki mozgalom és erő harcát az Orbán rendszer ellen. E sono qui perché l'Ungheria rappresenta una nazione centrale per storia e per geografia nell'ambito dell'Europa. Itt létem oka az is, hogy ugye nyilvánvaló számunkra is, hogy Magyarország központi fontossága szerepel bír ebbe a harcba, európai értelemből is. E noi non possiamo rimanere in silenzio di fronte al declino che purtroppo il vostro grande paese sta conoscendo. És hát nem maradhatunk mi se csendben, nem lehetünk tétlenek egy ilyen hanyatlás merem mondani mellett, ami keresztül ez a nagyszerű ország az utóbbi években megy. Un declino economico e sociale, ma anche un declino morale. Értem a hanyatláson azt a gazdasági és szociális hanyatlást is, aminek tapasztalói vagyunk, de ugyanez vonatkozik erkölcsi szempontokra és morális szempontból is hanyatlan látjuk az országot. Quando più di 4 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà, non si può guardare da un'altra parte. Ahol több mint 4 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, nem lehet máshova nézni. Quando un paese è governato da chi ha la lingua biforcuta, un giorno parla con Merkel e un giorno parla con Putin, non si può guardare dall'altra parte. És ugyancsak nem lehet máshova tekinteni akkor, amikor olyan ember kormányoz egy országot, aki minimum kétféleképpen nyilvánul meg, olaszul erre a villás nyelv, tehát egy állatnak a nyelve a hasonlat. Egyik nap Putyinnal beszél, másik nap Merkellel. Quando in un paese non si garantisce la piena libertà di informazione e il pluralismo dei media, non si può rimanere in silenzio. És nem lehet csöndben maradni ott sem, ahol nincs biztosítva a média pluralizmusa, a teljes sajtószabadság. E quando tra un primo ministro e un grande imprenditore, un grande oligarca, fioccano accuse di tutti i tipi, senza nemmeno l'educazione delle buone parole, non si può rimanere in silenzio. És hát ugyancsak nem lehet hallgatni ott, ahol egy miniszterelnök és egy oligarha között olyan szintű beszédek, olyan szintű megnyilvánulások hangzanak el, amelyeknek most lehetünk tanulni. Tehát ezek égbe kiáltó dolgok. È tempo di cambiare la storia di questo paese. I socialisti devono essere la forza protagonista del cambiamento. Eljött az idő, hogy ezt az országot megváltoztassuk, és ennek főszereplői a szocialisták kell, hogy legyenek. Iniziamo col farlo a Vesprem. Ognuno di noi che può fare qualcosa per la vittoria del candidato indipendente lo faccia. Questa elezione sarà determinante. Kezdjük ezt Veszprémben, bárki, aki ezért tehet, tegye meg, a független jelöltet támogatni kell, és ez lehet Veszprémben az első lépés. Io sono qui per dirvi anche che insieme ai nostri colleghi nel Parlamento Europeo stiamo lottando
per cambiare le politiche economiche conservatrici e liberiste. De el szeretném mondani azt is, hogy az Európai Parlamentben is a kollégáinkkal azért küzdünk, azért tevékenykedünk, hogy meg tudjuk változtatni a jelenlegi trendet, a konzervatív, liberista döntő többségű nézeteket megváltoztatni. Per chiudere la stagione dell'austerità e aprire la fase della crescita e del lavoro. Végre lezárni a megszorítások fázisát és a növekedés és a munka időszakára áttérni. E abbiamo ottenuto un piano di investimenti pubblici di 315 miliardi di euro in tre anni. Három évre vonatkozó 315 milliós finanszírozási kampányt értünk el. Ez egy három éves időszakra szól. Ci stiamo battendo per lo sviluppo sostenibile e per la pari opportunità tra le donne e gli uomini d'Europa. Fenntartható fejlődés és a nők és férfiak esélyegyenlőségért harcoltunk és értünk el eredményeket. Stiamo lavorando per rafforzare i valori europei della libertà, della democrazia e dell'uguaglianza. A munkánk egyik fő célja az európai értékek tényleges érvényesülése, mégpedig az egyenlőség, a demokrácia alapján. Vogliamo lottare senza quartiere il terrorismo e ogni minaccia alla sicurezza delle persone. Teljes harcot kívánunk folytatni a terrorizmus ellen és minden hasonló fenyegetettség ellen. E vogliamo una politica finalmente, una politica estera finalmente comune, che faccia parlare l'Europa con una voce unitaria in tutto il mondo. És végre egy valóban közös európai külpolitikát szeretnénk, amivel egy hangon szólhat a kontinens az egész világ felé. Vogliamo lottare l'elusione e l'evasione fiscale, affermando il principio che le tasse si pagano dove si fanno i profitti. Az adóelkerülés, adócsalás ellen is küzdünk, harcolunk, azt az elvet kívánjuk érvényesíteni, hogy az adókat ott kell fizetni, ahol a profit keletkezik. E attraverso una nostra proposta, István, la mia proposta sarà istituita una commissione speciale che faccia luce su tutta la vicenda dell'evasione, della competizione sleale nel fisco che anche qui in Ungheria si è realizzata attraverso i cosiddetti tax rulings. És Istvánnak is mondom, hogy a saját javaslatomra, és hát persze frakciónk javaslatára elindítottunk, illetve létrehozunk a parlamentben egy külön bizottságot, ami vizsgálni fogja a tax rulings adó elkerülési csalási ügyeket. Permettetemi di concludere il mio intervento sottolineando quanto l'Europa sia benigna nei confronti degli Stati membri, anche dell'Ungheria. Szeretném azzal zárni felszólásomat, hogy hangsúlyozom, hogy mennyire jó indulatú és jó hiszemű az Európai Unió és egész Európa a tagállamok irányába. Orbán racconta la storiella per la quale ogni responsabilità e ogni colpa è dell'Europa, mentre lui non avrebbe nessuna responsabilità. Ugye ismerjük az Orbáni mesét, hogy minden probléma forrása mindenről az Európai Unió, Európa tehet, neki persze semmi felelőssége, semmilyen kialakult helyzetben nincs. Questo non è soltanto inaccettabile, ma è moralmente scandaloso. Ez nem csak, hogy nem igaz és elfogadhatatlan, hanem egyszerűen egy skandalum morális szempontból. Da oggi in avanti noi saremo più vicini a voi. De mától mi szeretnénk közelebb állni önökhöz. Ho promesso al mio collega István e ai vostri leader una mia presenza più assidua e più attiva in Ungheria. Istvánnak is és a kollégáknak ígéretet is tettem, hogy sokkal szorosabban, sokkal mindennapi szinten jelen leszünk és önök mellett fogunk állni. Tutto il gruppo parlamentare, anche i nostri
bravissimi collaboratori, sono a vostra disposizione per cambiare la storia di questo paese. In bocca al lupo e buona riunione di quest'oggi e soprattutto buona elezione a vespre. Úgyhogy a magam nevében is, a frakció nevében is nagyszerű kollégáink, tényleg hozzáértő szakemberek a rendelkezésükre fognak mindenbe állni. A legjobbakat kívánom ehhez az üléshez is, és mindenek előtt a veszprémi választáshoz. Tisztelt választmány, kedves barátaim! 4,5 évet úgy töltöttünk el hazában, hogy azt tudtuk, hogy Európával háborúban kell állni, hiszen a szabadságharc teremte meg Magyarország felemelkedésének útját. A mai napon világossá vált immáron sokadszor, hogy a magyaroknak barátai vannak Európában, szövetségesei, ezért nem az a kérdés, hogy az értékeinket feladva egy másik Európát akarunk-e, hanem egy értékeinket megőrizve, ahhoz hűek maradva, egy erősebb, igazságosabb és az emberek érdekében működő Európát akarunk-e. Nagyon szépen köszönjük Gianninak, hogy részt vesz ebben a munkában, hiszen az elmúlt 4 ciklusban európai képviselőként befolyásos és tapasztalt politikusa a baloldalnak, az európai baloldali közösségben. Köszönjük azt, hogy nem csak ma, hanem az elmúlt hetekben, és bízom benne, hogy a következő fél évben még számos alkalommal, Európa baloldali vezetői nem csak amellett tesznek hitet Magyarországon, hogy fontos a demokrácia, fontos a jogállam, fontos a sajtószabadság, hanem számukra ugyanolyan fontos, hogy az országában, Európában élő népek boldogulása, sikere, felemelkedése ugyanúgy a baloldalnak kell legfőbb célra. Látszik, hogy változik a világ, változik Európa is. Kulcs szerepe van tehát a baloldalnak, mind Magyarországon, mind Európában. Európaiként, hazafiként, minden egyes politikus baloldalon azon fog dolgozni a következő években, hogy egyetlen egy ember sem érezhesse úgy, hogy nincs, aki gondoskodik, nincs, aki védelmet, nincs, aki biztonságot adjon az ő jövőjének. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, és mivel, hogy rólunk szokás azt gondolni teljes joggal, hogy igyekszünk jó házigazdája lenni a hozzánk érkezett vendégeknek, ezért engedd meg, hogy a mai napon megköszönjük neked mindazt, amit az elmúlt évtizedekben tettél az európai baloldalért, azzal, hogy most Magyarországon vagy, Magyarországon a kampányban, a hazai baloldalért, ezért egy díjjal szeretnénk neked megköszönni, egy baloldalért díjjal azt a munkát, amit segítesz, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönöm.